A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásának felhasználásával Mátrafüreden, a Mátra kapujában felépített egy olyan központot, amely egyrészt látogatóközpont, másrészt bemutatóhely, harmadrészt kezelési központ. Ennek a komplexumnak a feladata az, hogy a Natura 2000-es élőhelyeket és fajokat részletesen bemutassa. Ezzel a KEHOP forrással tudtuk biztosítani azt, ami a Nemzeti Alaptanterv tervünkben is megfogalmazásra került, hogy a társadalom minden rétegével meg kell ismertetni ezt a természetvédelmi kategóriát, amit sokan hallottak már, de nagyon sokan nem tudják, hogy mi van a hátterében. A harkály a Natura 2000 területjelölő faja. Az épületnek a neve nem véletlenül lett harkályház. A kiállító tér 260 négyzetméter, tehát ez minden látogató számára egyedileg bejárható. Van egy kis prospektusunk, amit a látogatók kezébe adunk, és annak alapján végig sétál a kiállításon, interaktív eszközöket is ki tud próbálni, meg tudja részleteiben is tekinteni annak a jellegzetes területnek, amit bemutatunk, a sajátosságait. Van egy előadótermünk, ahol különféle filmek vetítésére is lehetőség van, illetve felszerelésre került egy mini labor is. Táborokat is szervezünk. Továbbá előadásokat is tartunk bizonyos rendszerességgel, úgyhogy egy komplett szolgáltatást tudunk nyújtani, és meg tudtuk valósítani úgy ennek az épületnek az energiaellátását, hogy 102 napelem került fel az épületre, ami már energiahatékony és környezetkímélő megoldásokkal tud szolgálni. Ezen a helyen azt szerettük volna megmutatni, azon túl, hogy milyen élőlények élnek a környéken, hogy milyen természetvédelmi vonatkozásai vannak egy-egy élőlénycsoportnak, egy-egy fajnak. Az erdei életközösségek életében az egyik legfontosabb dolog az idős fák. Ezekhez kötődik a legtöbb rovarfaj például, és minden egyéb kétértőek, hüllők bújnak el az üregekben, madarak fészkelnek benne, kisemlősök. Tehát az összetett életközösségnek ők az őrzői. És a kiállításunknak a központi eleme is egy ilyen modell szeretne lenni, egy halódó, összeomló félben levő fa, és ennek a nagyon változatos életközösségét igyekszünk bemutatni, jelen esetben a madarakat, bogarakat. A Natura 2000 szempontból kiemelkedő fajok vannak közöttük, tehát ez az európai közösség számára is fontos az a fajkészlet, amivel még rendelkezünk. Természetvédelmi oltalom alatt áll a nagy részük. Ebben a projektben megvalósultak még tanösvényfejlesztések is. Konkrétan a sástói tanösvény, cincértanösvény néven kialakítottuk, ami innen indul, a harkályházból, és teljesen sástóig fut fel. Volt egy másik tanösvényünk, ami egy picikét már elomlott állapotban volt, ami a Sárhegy felé vezet, ezt is fel tudtuk újítani. 30 darab tájékoztató táblát is kitettünk. Úgyhogy ennek a projektnek a keretében nem csak az infrastruktúrális, hanem az élőhely megismertetésére vonatkozó célunkat is tudtuk teljesíteni. Más dolog bejárni egyedül egy tanösvényt, és más dolog a környezeti nevelővel együtt. Tehát azonnali kérdések lehetnek, hogy milyen növény ez, milyen állat ez, milyen gomb ez, milyen bogár ez. Hát kell, hogy rájön a szem, és ebben segítünk. És ne az erdőkép legyen a szép, amelyben messzire ellátni, és nincs benne semmi, hát igazából egy kezelt erdő, hanem lássák meg a változatos erdőnek a szépségét, és ismerjék is fel a benne rejlő titkokat.